legtöbbet elemzett képek közé tartozik a Laszkói barlang képi együtteséből. Ez szakadékszerű üreg van itt a barlang talajában, és ebben az egészen kitüntetett helyen találjuk a bölény. Előtte ezt az eldőlő ember alakot bizonyos hát sajátosságainak a meredezésével, és előtte pedig egy orszarvút. Na most, amit én itt elmondtam, ez a dolognak az életképi jelentés, és egyfolytában ebben bíbelődik a szaktudomány, amióta egyáltalán Laszkót felfedezték. És mond el nagyon tartalmas, magas, értékes dolgokat. Még ezt a kis madaratot szokták akár a sámanizmus köréből is eredeztetni, mert ilyen elképzelés is van. Minden esetre egyfolytában jelenetként, tehát egy adott időpontban, egy adott nézőpontból látható képként értelmezni. Na, ez a csődje az értelmezésnek. Tehát ha abból indulok ki, hogy ezek közül melyik a leglátványszerűbb, akkor általában az orszarvút szokták említeni, hogy teljesen olyan, minthogyha hát akár a japánok csinálták volna, vagy pedig mondjuk az impresszionizmus korában született volna, ez a cammogó, nagy, hogy mondja, test, és egyáltalán maga a megjelenése egészen rabos. Na most ez mind nagyon szép, csak egyet nem vesznek észre, hogy ennek minden része jelszerű. Teljesen egyértelmű. Ez a jelekből van összeróva. És ahol a jel már nem fontos, mert nincs mit írni, de egyszerűen nem tesznek semmit. Tehát egyszerűen nincs alsóteste. Miért? Azért, mert befejeződött az írás. Tehát ha én azt mondom, hogy kezdetben vala az ige, és én eddig akarom közölni, akkor a továbbit már nem kell testbe rejtenem. Tehát nem lesz alsóteste. Ugyanakkor szemmel látható, hogy az alsóteste helyén, ahol nem jelenik meg láb, nem jelenik meg hasvonal, tele van jellel. Csak ez egy más típusú jel együttes, és nem is igyekszik beépülni az orszarvú testébe. Na most ezeket külön-külön, különösen ezeket, amikor a testénél jelennek meg, amiket már nem lehet állat részeként értelmezni, ezt vagy betűjel csoportként értékelem, vagy eltekintek tőle. Hát teljesen egyértelműen olyan, mint sorban rendezett, mondjuk rovásírás jelek. Mert még leginkább arra hasonlítanak. Tehát ezeket megint csak kiszokták emelni, szokták, ez azt jelenti, hogy csak legújabb időben, és az a néhány kutató, akit már itt megemlítettem, és megint csak eltekint az állat testébe írt további jelektől. Tehát mintha az egyik csak ábrázolás, a másik csak jelhalmazolna, tehát merőnek különböző szempontok szerint kellene őket értelmezni. Na most, ha észreveszem, hogy az orszarvú alteste helyén betűcsoport, akkor mindig hozzá kell tenni kvázi betűcsoport. Tehát ez nem a mai értelemben vett betű, minden valószínűség szerint nem minden hangnak volt külön jele, de még csak nem is a minden másra hangzónak. Tehát itt futnak általában lakvágány a jelenkori fejtések, most már nem akarom minősíteni a előadás elején említett urakat, de rendre itt vannak a módszertani alapproblémák velük. És hát mondjuk ilyenkor az ember kicsit úgy jár, mint a viccben a bolondokháza orvosa, azt nyilván ismerjük a viccet, mikor a szakfelügyelő jön, és már minden bolondot ismertetett, akkor végén mondja, hogy na látja, kedvesem, hát az a legérdekesebb ottan, mert azt állítja magáról, hogy ő Napóleon. Pedig hát kedves kollega, ugye tudjuk mind a ketten, hogy Napóleon, ez én vagyok. Most én mondom, hogy nekik módszertani hibáik vannak, és lehet, hogy nekem még sokkal nagyobb módszertani hibáim van. Csak egy biztos, hogy ami annak idején a jópásztorok hagyatékának a függelékében, mert utána a vastagabb hazatalálás kötetben megjelent, azt ezek az urak, bár tudom, hogy ismerik, de soha nem idézik. Semmi, csak bibliográfiai tételként sem. Tehát itt valami gond lehet, mert nagyon úgy néz ki, hogy ezek fejthetők ugyan a rovásírás segítségével, de ez nem a fejtés helyességét igazolja, hanem tessék megfogózkodni, ez a magyar nyelvnek a hihetetlen hordképességét igazolja. Tehát még hogyha én alapvető módszertan hibákkal közelítek is egy jelcsoporthoz, ez egy olyan nyelv, amin mi beszélünk, hogy még így is olvasható.
Tehát döbbenetes, hogy mert próbáljuk meg ezt bármelyik más nyelvvel. Tehát hihetetlen, hogy milyen hiba százalékot enged meg, és még mindig értelmes közlések olvashatók ki. Mert ez egy olyan nyelv, hogy minden lehetőséget megragad arra, hogy a világból a fontos dolgokat nevén nevezze. Tehát ezért van az, hogy az ember nem azt mondja, hogy ezek rossz olvasatok, különösen nem így, hogy én a bolondokház orvos vagyok, hanem azt mondja, hogy nagyon örülök neki, hogy ezeket végre közzétették, tényleg tanulságosak, de azt hiszem, hogy itt sokkal többről van szó. És azt is észre kell venni, hogy itt vonalak megszakadnak. Tehát ami ilyen dőlő ember alaknak a sarka alatt van, arra szokták mondani, hogy ez egy eltört nyíl. Hát egyáltalán nem biztos, hogy eltört, és egyáltalán nem biztos, hogy nyíl. Egy biztos, hogy elcsaport. Tehát amiket mi naturalisztikus, tehát látványszerű értelemben próbálunk fejtegetni, mondjuk az ember alakot például egyértelműen jelcsoport. Teljesen egyértelmű, körbe lehet olvasni. Aztán ami átvonul a bölénynek a testét, az altestén különösen. Aztán ami kijön belőle, amit úgy szokták mondani, hogy hát bizony sebesült meg róga bele. Rógának, körösztaljának. Hát szóban nem jöhet. Tehát itt szó sincs, hogy egészen másról van szó, itt egy jelről van szó, egy figyelmeztető jelről. Egy nagyon figyelmeztető. És tényleg arról van szó, hogy a bölénynek egyetlen nagy baja lehet, hogyha a bölény állapotát föladja, elkezd önmagával foglalkozni, és akkor jön elő ez az árt kör, azaz nem vállalja az anyaságot, kész. Ez a korunk nagy betegsége. És ez az, ami a föld alá viszi az emberi létet, az ember mint olyan megszűnik, madárfejű lesz, mint a mai madárfejű Jancsikák, akikből egész akadémiát meg lehetne már tölteni. Tehát ezek előrejelzések, hogy hova tud süllyedni az emberi minőség, ha a bölény nem tudja vállalni azt, ami a hivatása. Tehát ezek nagyon fontos tételek, az orszarú egyébként a jelölési rendszerben általában, de ez nem kizárólagos, az eddigi megfigyelések általában azt mutatják, hogy az egyszarvúnak felel meg. Na most az egyszarvú az a bölénynek a második holdháza. Tehát ez az a tulajdonság, amelyik a magyar népi jelölőrendszerben gólyaként jelenik meg. Most erre szokták mondani, na hát kérem szépen, hogyha valamit egyszerre lehet gólyával is, meg egyszer vagy országos jelezni, na annyit is él az a jelölési rendszer. Bocsánat, én nem a jelölési rendszer él annyit, a kiskegyet tudása él annyit. Nem lát összefüggéseket az életben. Tapogatózik legfeljebb, de általában nem tapogatózik, hanem leszól, mert az a kényelmesebb. Tehát itt arról van szó, hogy igenis el tud tunyulni a gólya tulajdonság, és akkor válik belőle egy sötét, orszarú, ami már tényleg egy támadó lény, és nincs alteste. Tehát szabályosan hiányzik az a része, amely, hát hogy mondjam, csak táplálni tudná az életet. Ezen keresztül teljút energia nem fog eljutni a gyermekéig. Miért? Mert az a tőgyén keresztül, tehát az emlőin keresztül jutna, de nincsenek emlői. Helyette mik vannak? Betűk. Betűk. Mivel tápláljam az anyuci, a nem létező gyerekét? Betűvel. Meg se szűk. Na menjünk akkor tovább, csak azért mondom, mert ezek nem a mennyezeten jelennek ám meg, egy külön gödörben, nem is tudom, hogy milyen magyar szóval lehet ezt fordítani. Na akkor ezt megint Annette Laming-nak a könyvéből fotóztam ki, és csak azért vetítem a kettőt együtt, hogy lássuk, az a lónak és a bölénynek a kapcsolata rendkívül erősen foglalkoztatja a különböző, hát ez egy fönti az laszkói, az alsó az nem is biztos, hogy laszkóból való, bár lehet, hogy onnan, lehet, valószínű. Sőt, nagyon valószínű, hogy tudnélik, lehet a bölény fehér, mint alul, és lehet a bölény sötét, mint fölül. A lóval való viszony egészen más. A bölény, ha fehér, akkor az maga után vonja a lovat. Hogyha sötét, akkor leválnak egymásról. Tehát hiába van jelen a ló tulajdonsága, mint a teremtő erő, más utat választ a sötét bölény, és ez a más út, ez 180 fokban különbözik a ló által vállalt útnál. De vagy az úthoz képest. Ne kérem tovább. Na most nagyon érdekes együttesek vannak itt Laszkóban. Ezeket általában úgy szokták fényképezni, hogy mutatósak legyenek.
és jól lehet ordítja, hogy itt a négy együtt értelmes. Soha még nem találkoztam, mondom, eléggé elmélyedtem ebben a témában, és nem tegnap kezdtem el, soha még olyan megközelítést nem találtam, amelyik a négyet úgy tárgyalná, mint valamit, amiből három egy másra jut, egy zárt körben. Most ismerjük ilyet? Három sötét, amivel szemben csak egy világos van. Ez tipikus téli napfordulós szituáció. Ilyenkor van három egységnyi sötétségünk, és egy egységnyi fény, és ebben az egy egységben kell tudni a teremtő erőnek elindulni. És a teljességet csak ez a teremtő erő képviseli. Az összes többi pedig pusztán szellemiségként van jelen, honnan tudom, mert nem folytatódik a test irányában. Tehát az állati testnek nagyon lényeges, hogy a nyakvonaltól fölfelé eső része, ha csak ennyi jelenik meg, az éppen úgy a szellemiséget fejezi ki, mintha ember alakot jelenítek meg csak a fejével. Na most, ha a melső végtagja is megjelenek, az azt jelenti, hogy a lelkisége is él, mert a tüdeje odaesik. És ha annál lejjebb lévő, és emlékszünk még, ugye, hogy az indiánok hol osztották két részre a bölényüket. Pontosan ott, ahol a lelkiség a testiséggel vált. És a testiség sötét volt, a lelkiség pedig világos volt. Na most, ahol sötét minőségek veszik körül ezt a szegény kis lovacskát, ott jól lehet látni, hogy nem elsősorban a testiség a sötét, hanem a lélek és a szellem. Tehát egy nagyon sötét szellemi közegben kell utat törnie annak, amit a ló képvisel. A ló ugyan sokkal kisebb ennél, de teljességet képvisel. És látja az ember, hogy vagy ő belőle lesz élet, vagy semmiből nem lesz. Nagyon szépen mutatja ezt az a két növényi ágacska. Tudjuk, hogy a barlang művészet szinte teljesen figyelmen kívül hagyja a növényi életet. Gyakorlatilag nincs növényábrázolás. Ez már maga is meggondolkoztató, de most azt tessék nekem mondani, hogy egy francia tudós mit tud kezdeni ezzel a témával. Vagy egy német tudós, vagy egy angol. Az ő nyelvükben a növény az nem fejezi ki a növekedést. Az állat nem fejezi ki az állapotot. Egyszerűen nem tudja értékelni, hogyha a barlangművészet csak állatokat jelenít meg, az azt jelenti, hogy az állapotszerű képét jeleníti meg a világnak. És mi hozza majd bele a mozgást? Ez nem a növény, hanem maga a fény. Tehát a fény fogja ebből előhívni a mozgást. De ez ő nyelvében, ez szerencsétlen Bröly Abbénak, aki egy nagyon alapos, nagyon kiváló kutatója volt ennek a területnek, vagy egy Annette Lamingnak, vagy egy Dora Gourának. A nyelve nem képesíti rá, hogy ezt az összefüggést észrevegye. Ahhoz meg, hogy magyarul megtanuljon, hát ahhoz önmagát kéne fölülmúlnia. Hát előbb leharapja a nyelvét, mint egy magyar szót kiejtsen. Tehát úgy vannak már idomítva évszázadok óta, hogy a magyar egy bunkó, a magyar nem lehet semmit se kezdeni, magyar legjobb lenne már magyartalanítani, és itt tovább, és itt tovább. Tehát így nem lehet 5-6-ra jutni. Tehát minden esetre gyönyörűen lehet látni, hogy ez a vonulat tulajdonképpen átalakul állati létté, majd utána megint esélye van arra, hogy visszaalakuljon növényi létté. Tehát ezek fokozatok. És akkor itt lehet látni azt, hogy nem körvonalban ugyan, tetszik látni, de pontosan az a forma rajzolódik ki, mint amit láttunk a Cueva del Piratának a barlangjában, tehát ebben az együttesben. Ami ott körvonalban jelent meg, itt most színfoltban, de pontosan ugyanaz a forma. Most azt mondja, hogy persze a lónak ilyen, milyen ilyen a lónak, milyen ilyen, semmi se ilyen. De teljesen nyilvánvaló, a jel a fontos, amit a ló csak hordoz. Az sem közömbös, hogy fordítva, mert ha ezt megfordítom, akkor egy ilyen koronaszerű alakot kapok. Ezt gyerekkoromban mi egyik fajtát a koronának mindig így rajzoltuk, hogy egy pup van középen, és akkor két oldalt pedig így kiemelkedik belőle. Két van. Tehát minden esetre egy biztos, hogy a rendszerszerűségnek egészen jól olvasható képleteit kapjuk, és akkor most már föl kell tenni viszont egy nagyon fontos kérdést, hogy végül is ezek a szarvasmarhák tényleg csak amiatt fontosak? Mert túl sok van belőlük, amit már az előbb elmondtam.
Tehát adva van az évkör, ugye rajzoljuk be szépen az egyes egységet, itt van a rák, ugye az a mölének megfelelő, ezt láttuk kecske formájában, akkor itt van a kos, itt van a mérleg, itt van az oroszlán, itt van a szűz, mérleg után skorpió, nyilas, bak után vízöntő, halak,